Nagy szeretettel köszöntöm a Szárszó TV nézőit. Egy új helyről jelentkezünk most be. A Somogy Megyei Polgárőrszövetség életében elkövetkezett egy nagyon kellemes időszak. Már hosszú évek óta nem volt egy saját tulajdonú megfelelő irodánk. Hát örömmel jelentem, hogy Balatonföldváron, a Körösegyi úton sikerült egy 80 négyzetméteres ingatlant vásárolni a Megyei Szövetségnek 33 millió forintért. Maradtunk a Balatonparton, hiszen itt is alakult annak idején a Megyei Polgárőrszövetség, nem is óhajtjuk elmozdítani innen. Miért is jó, hogy van egy állandó helyünk? Amit a bemutatóban látni fogják, hogy azért 80 négyzetméterre már egy iroda elfér, kisebb oktatásokat, tárgyalásokat itt meg lehet tartani, eligazításokat is, hiszen ez nagyon fontos a nyári idegenforgalmi szezonban, hiszen felfűzzük Balatonszárszót, Balatonföldvárt, Zamárdit az idegenforgalmi szezonra, hiszen ennek a három egyesületnek együtt kell dolgoznia. Balatonszárszói Polgárőr Egyesület az egyik zászlós hajója tulajdonképpen a Somogy Megyei Polgárőr Szövetségnek. Több alkalommal is már beszéltünk arról, hogy mit tesznek a szárszói polgárőrök. 2023 év egy nehéz év lesz úgy az önkormányzatoknak, az embereknek és a civil szervezeteknek is, hiszen olyan mértékű támogatást adni a megyei szövetség az idei évben sajnos nem fog tudni adni, mint az elmúlt időszakban. Ezért fontos lenne az, hogy a település lakói értékeljék a polgárőrök munkáját, esetleg anyagiakkal, adó 1%-ával tudnák támogatni a Polgárőr Egyesületet, hogy a szinten tudják a kollégáim tartani a napi, heti rendszerességgel Balatonszárszó kül- és belterületein ellátott szolgálatot. Mit várunk az idei évtől? Egy szinten tartást, de ez mellett oktatást és technikát. Megpróbáljuk kiváltani a humán erőforrás gépekkel, ez Szárszón is látszani fog, hiszen a kamera másik oldalán álló fiatalember is polgárőrünk, és ő is egy drónkezelő, tehát nem kell azon csodálkozni majd, hogy szolgálati időben a Balatonparton, külterületen véletlenül egy madárral fognak találkozni, ami nem repül szárnyakkal, hanem propellerek hajtják. Ez lesz az az eszköz, amivel tudunk segíteni bárkinek, hiszen az országos hírekből is nem olyan régen látta mindenki, hogy Karádon milyen szép légi felvételeket készítettünk a légimentésről a kollégámmal, mert ez a jövő. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a polgárőrség mellett, és szeretnénk, hogyha megjelenne a Balatonparton a kutyás szolgálat. Tavaly már beszéltünk arról, hogy Balatonszárszó lehetne ennek a kezdeményezésnek az egyik zászlós hajója, zászlóvivője megyébe. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt az idejében meg tudjuk valósítani. Ez nem igényel nagy pénzeszközt, hiszen van, akinek van kutyája, képzett is a kutya, egyszerűen csak be kell integrálni a járőrszolgálatba. Bízom benne, hogy az idei évben nem fognak elszaporodni a kisebb súlyú bűncselekmények a Balatonparton, így Balatonszárszón is, de mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy az értékeire figyeljenek, hiszen külterületen elég sok legelő erdős terület található, és sajnos már felütötte a dél-balatoni részen a falopás magát, mert hát ugye fűteni kell, a gáz, a villany, az energiaárak borzasztó drágák lettek, és hát azért tudjuk, hogy a fának is már egekbe ment az ára. Kérek minden lakost, hogyha látnak illegális fakitermelés, vagy annak nyomait, ezt jelezzék a körzeti megbízottnak, vagy a polgárőrnek, vagy esetleg a településen működő közterület felügyelőknek, hiszen ezekért a jogsértésekért közösen kell tennünk, hogy ne történjenek meg, mert ahol biztonság van, ott lesz az idei évben is balatoni szezon, valószínű, hogy akkor nagyobb mennyiségű vendég fog ellátogatni a településre, és hát ugye mi ebből élünk, a Balatonpartból, a Balatonból, ha van vendég, van fizetés, van bevételünk. Ami még lényeges a balatoni időszakról, szeretnénk a vízi polgárőrséget is megfonosítani a Balatonföldvár és Balatonszárszó térségében. Nem kell nagyon nagy csodát várni, de valószínű, hogy a nyári idegenforgalmi szezonban egy polgárőrség logóval ellátott hajót fognak látni a strandok területén, hogy ezzel is a vízbiztonságot segítsük elő, és zavartalanak legyenek a fürdőzések a strandokon.
Az elmúlt időszakban több esetben találkoztunk a területünkön különböző internetes csalásokkal, bankkártyával történő visszaélésre. Felhívnám a nyugdíjasok figyelmét, hiszen február hónapban megemelt nyugdíjat fog kapni mindenki, akár a számlájára, akár a postástól. A telefonhívásoknál, amikor valakit felhívnak, hogy valamelyik pénzintézettől, most nem mondok nevet, mert ugye ez reklámnak minősülne, azonosítsa be magát az ügyfél, mondja el a bankkártya adatait, a bankszámla számát, a bankkártyán lévő regisztrációs három számot. Kérem, ennek ne tegyenek eleget, inkább kérjenek egy telefonszámot, majd ezt követően az interneten, vagy pedig a bankkártyájukon lévő banki segélyhívószámot hívják vissza, hogy történt-e ilyen visszaélés a bankkártyájukkal, vagy esetleg tényleg letiltották-e, hiszen a csalók most már kihasználják az internet lehetőségeit is, és próbálnak mindenkitől pénzt kicsalni. Én úgy gondolom, hogy ennek sajnos most lesz itt az ideje, mert a megemelt pénzekkel most fognak a nyugdíjasok rendelkezni, és általában az idős személyek ennek a bűncselekmény típusnak az áldozatai, hiszen ők hiszékenyebbek, könnyebben esnek kísértésbe, hogy segíteni kell, vagy ne adj úristen, tényleg ők rontották el a PIN-kódjukat, vagy az utalásukat az interneten, vagy hát beszélhetünk az unokázós csalósról, amikor telefonon megkeresik az idős házaspárt, vagy a nagypapát, nagymamát, vagy az unoka balesetet szenvedett, kórházban van, balesetet okozott, és azonnal gyorsan ki kell milliós összegeket fizetni. Mindenkit megkérek, hogy csak a rendőrség hivatalos oldalán tájékozódjon, hívja a 112-ös segélyhívót ilyen esetben, vagy a mentőszolgálatot, hiszen ők azonnal tudnak felvilágosítást adni, hogy tényleg történt-e akárhány szám alatt, akármelyik utcában baleset. De általában ugye a legenda az szokott ilyenkor lenni, hogy az unoka nevében valaki felhívja a nagyszülőt, azzal, hogy okozott egy balesetet, és hogy ne legyen baja belőle, több százezer forintot kell fizetni. De majd a barátja megy a pénzért. Nem sokára rá, fél órára, 40 percre megjelenik egy jól szituált fiatalember, aki elmondja, hogy az unokának a barátja, testi-lelki jó ismerőse, és gyorsan kell neki a pénzt. Ne fussunk a pénzünk után, vigyázzunk rá. Köszönöm, hogy meghallgattak.